2012 ilyen szép nyári, ilyen meleg nyári napon alakult ez a tánccsoport. Ez a Nagyszék szélén alakult. Ugyanis annak idején nagyon sok gyerek nem tudta a szabad idejét mivel tölteni, mert mindig átjártak a szomszédból hozzám. És azt mondtam nekik, hogy mi lenne, hogyha nem csak mindig ennénk, innánk, kóláznánk nálam, aztán meg mondom, mi lenne, hogyha alakítanánk egy tánccsoportot. Hát nagy kedvük támadt erre. Mindenki nagyon jónak tartotta ezt az ötletet, és akkor így alakult ez a tánccsoport. Hát hogyan is kezdődött minden? Jártatok egy helyre, aztán alakult egy együttes? Igen, igazából az utcáról szedtek főleg embereket, utcán, hogy találkoztunk, hogy akkor jössz táncolni, már kevesen vagyunk, és egyre többen jöttek. Aztán a 48-as olvasónépkörbe fogadtak be minket, ott táncoltunk. Ott voltunk 20-an is. Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? Mi inspirált téged, hogy belépj ebbe a táncegyüttesbe? Én nagyon szeretek táncolni, kiskorom óta aerobikozok, mazsorettezek, és igazából ezért. Hogyan gyakoroltak a lányok? Tudták az énekeket, a dalokat? Tudták, akkor erre begyakoroltuk itt a széken, meg házaknál. Próbáltunk, és ugye akkorára már ők tudták ezeket a csárdásokat, így kezdtük el születi felvonuláson név nélkül. Majd a harmadik születi felvonuláson mondtam Ibolyanének, hogy mondja már be, hogy alakult egy kis tánccsoport, és akkor ugye, hogy mi is felvonulnánk. Az már színesebb volt, az már többen voltunk akkorára már 7 pár volt. Aztán meg utána tánc tanárnénit fogadtunk hozzájuk, és akkor utána még több lett a létszámunk, nagyon sokan voltunk. De hát, mint minden csoport életében, nálunk is vannak olyanok, hogy hol felfut a létszám, hol kevesebb. Ugye elballagtak, kirepültek ebből a csoportból, kikerültek, elmentek más iskolába, tehát így kevesebb lett. Akkor aztán utána mi eljöttünk ebből a olvasónépkörből, és itt kaptunk lehetőséget arra, hogy itt folyjanak a próbák. A legelső próbánkra, hogyha visszaemlékszem, az egyetlen dolog, ami eszembe jut, hogy én nagyon ideges voltam, nagyon izgultam, hogy fog sikerülni, és a gyerekek is úgy fogadtak, hogy hát jó, láttuk már ezt a lányt, de vajon mit akar tőlünk. Hortobágyon találkoztam velük először, én akkor még ott dolgoztam, és az egyik rendezvényünk alkalmával egy táncházat tartottunk, és Kati néni engem felhívott akkor, hogy nagyon szívesen elhozná oda a gyerekeket, és ha lehetőség van rá, akkor fellépnének, meg lássanak világot, menjenek minél több helyre, Hortobágyat is szeretnék meglátogatni újra. Én ott találkoztam velük először, tehát így a legelső táncpróbánkon már nem vadidegenként köszöntöttük egymást, és ott fogalmazódott meg, hogy jó lenne egy állandó oktató a gyerekek mellé, mert egy ideje már nincsen senki, aki táncot tudna nekik tanítani. Szoktatok a próbákon kívül is barátkozni egymással, tehát szoktatok találkozni, közös programot szervezni? Régebben volt rá alkalom, hogy elmentünk bowlingozni, vagy bálukba is jártunk, az egyébként fellépés után. És mostanában? Eljöttök próbálni, aztán amikor fellépés van, akkor felléptek, és utána mindenki megy haza? Attól függ, mert hogyha van slambuc, sőt, főzés, és igen, akkor jól el szoktunk beszélgetni. Mit adott neked eddig, mert az elmúlt 5 évben ez az együttes? Szép emlékeket, sok helyen jártunk, és a taps, amikor megtapsolnak, az hatalmas. Nagyon furcsa volt a mi történetünk. A szék szélébe, ami most a nagy szék szélébe, van egy nagy porta, egy vállalkozónak a porta, és ott azon a betonos udvaron kezdtünk el táncolni, a magunk énekére, ahogy énekelgettünk, táncoltunk rá, ez így kezdődött. Tehát akkor még egy magnó sem volt? Nem volt, mink énekeltünk saját magunk, és így kezdődött a tánccsoport alakulása. És honnan tudták az énekeket?
onnan, hogy én segítettem nekik, meg kell tanulni nekik a csádásokat, legtöbb részét, amiket ismertek már amúgy is, hallották a szülőktől, és hát így ezeket énekeltük, és ők táncoltak rá. De szívesen csinálták. Senki nem mondta, hogy nem jön, meg nem csinálja. Nagyon furcsa volt, mert ugye először egy csomó fiú volt. Mondjuk 7 fiú volt az kezdetén, és akkor nem nagyon volt hozzá lány. Lánykéréseket csináltunk. A következő képen alakult, leültünk egy padra, és akkor arra jött egy kislány, pont kutyát sétáltatott. Mind a 7 fiú, meg én is oda mentünk, megkértük a kislányt, hogy jöjjön táncolni. Természetesen, hogy nem jött. Hát ennyi fiútól megijedtem volna én is. Na aztán utána mindenki a kiki ismerőse, osztálytársa, hát így alakult. Így lettünk 5 pár, 10 mindjárt a kezdetén. És aztán szépen így fejlődött, ugye először név nélkül voltunk a születi felvonulásokon. Hogyan érzitek magatokat a színpadon? Nagyon jól érezzük magunkat a színpadon. Én a fellépéseket szeretem a legjobban az egészben. Szeretek kiállni az emberek elé táncolni. Szoktál még izgulni? Igen, igazából minden fellépés előtt izgulok egy kicsit még. Mikorra sikerült az összhangot összeegyeztetni? Mikor került egy hullámhosszra a gyereksereg és a táncoktató? Kellett hozzá néhány hónap. Azt mondhatom, hogy legalább egy hónap kellett hozzá. Az első néhány alkalom az kicsit döcögősen indult, én úgy érzem, de visszagondolva azért örülök, hogy belekezdtünk ebbe a közös munkába, mert hamar azért sikerült felvenni így a fordulatszámot. Szerintem kölcsönösen megszerettük egymást, szeretik a stílusomat, meg én is azért el tudok velük viccelődni, meg értjük egymás nyelvét, úgyhogy tudunk együtt dolgozni. Az alapító tagokból kik vannak még itt? Az alapító tagokból itt van Pál Kittike, Nagy Balázs, Nagy Milán, de ők is már most leballagtak sajnos, aztán, hát nem sajnos, örülök én neki, de aztán most ők is tovább állnak majd másik iskolába. De remélem azért, hogy ők visszajönnek ide hozzánk, tehát itt tartanak, velünk tartanak majd továbbra is. Mennyire nőttek az ön szívéhez a gyerekek? Hát nagyon. Elmondanám, hogy 40-en voltunk eddig, tehát 40 táncosa volt eddig ennek a csoportnak. Összeszámoltuk valamelyik este, 40-en voltak eddig összesen, de hát nagyon hozzám nőttek. Hát nagyon, én nagyon szeretem őket, hát mikor nem viselkednek, akkor nem nagyon, de amúgy nagyon szeretem. Nagyon, nagyon szeretem őket. Milyen stílust képvisel az együttes? Korábban a gyerekek táncoltak szatmári verbunkot, szatmári páros táncot, és a lányoknak volt egy hajdúsági lánytánca, meg hajdúsági táncoltak egyébként improvizatív formában, nem készült belőle még koreográfia. És amikor én ide kerültem, akkor kezdtünk szilárdsági táncokat táncolni. Igyekeztem minél autentikusabban, minél pontosabban megtanítani nekik azokat a lépéseket, hogy önállóan is, tehát ne csak koreográfia szinten, hanem szabadon, improvizálva, ha a zenét meghallják már, akkor tudjanak rá táncolni önállóan. Ez még folyamatban van ez az elsajátítás, tehát ez nagyon hosszú munka, én úgy gondolom, de egy év alatt szerintem nagyon messzire jutottunk már ebben a folyamatban is. És mikorra lesz kész a koreográfia? Ez a koreográfia, ez a szilárdsági, ez már elkészült, ezzel nagyon sok fellépésen voltak már a gyerekek is, ahogy látom a videókat egyre-egyre jobb. A hajdúságit pedig majd fogunk csinálni, fogunk lépéseket tanulni, ismételni, és fogunk egy koreográfiát gyúrni belőle. Ahogy azt nézem, hogy a szilárdsági mennyi idő alatt lett kész, hát ehhez is kell legalább egy fél év, úgy gondolom. Most legutóbb itt Balmazújvároson léptetek fel. Hát volt egy szép számú közönségetek is. Milyen érzés a balmazújvárosi emberek előtt kiállni a színpadra? Balmazújvároson a legnehezebb fellépni, mert ugye itt mindenki ismer minket, de nem volt vele gond. Minden jól sikerült.
Melyik volt eddig a legnagyobb élményed? A körök találkozója. Ez kb. Úgy 2 éve volt. Igen. Az, mert 2 napon keresztül bál volt. Lehetett szórakozni. 2 fellépésem voltam eddig a gyerekekkel, amikor én magam is felálltam a színpadra, mert létszámhiánnyal küzdünk, ahogy Kati néni is elmondta. Az Karcagon volt, és itt Balmazújvároson, a Majálison. Egyébként rengeteg helyen járnak a gyerekek, Kabán felléptek országos tánc találkozón, aztán a Kadarcsi csárdában rendszeres fellépők, Beregfürdőn is jártak már, tehát a megye településein nagyon sok helyen megfordulnak. Miért fontos, hogy minél több helyre eljussanak a gyerekek? Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy lássák, hogy más csoportok hogyan működnek, tudjanak abból esetleg inspirálódni, hogy mások hogyan táncolnak, hogy viszonyulnak egymáshoz. Mit nevez igazi sikernek, amikor felállnak a színpadra, és a gyerekeket megtapsolja a közönség, vagy pedig az, hogy sikerült egy ilyen együttes létrehozni? Én azt szeretem, mikor ők nekik megtapsolják őket. Én azt szeretem. Az nekik is jó, nekem is jó érzés, hogy az övéké a siker, nem az enyém. Én csak összetartom őket, én olyan vagyok, mint anyukájuk, a mamájuk, én vasalok rájuk, én mindent megcsinálok, csak én nekem a siker az övéké, nem az enyém. Ha 5 év múlva, tehát a 10. jubileumi évbe kerülnénk, mivel lenne elégedett? Én nagyon elégedett lennék azzal, hogyha ez a csoport továbbra, vagy egyesület, most már január óta egyesületként működünk, nagyon elégedett lennék, hogyha ez így tovább ilyen szépen menne, tehát szépen haladna. Én elégedett lennék nagyon, ha ez tovább így menne.